Sziasztok, én Jomat98. Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ez egy Call of Duty Ghost kommentár lenne. Igazából most elég ideges vagyok, mivel már egyszer felvettem a hangot alá. Csak ez a hülye hangfelvő program úgy döntött, hogy miután felvette, kilép. Ezáltal nem mentett el. Szóval rohadjon meg ez a hülye program. Ezért most vettem fel másodra, mindegy. Szóval, hogyha szerintem amúgy, ha nem lesz elég hanganyagom, tehát nem tudok többet beszélni, akkor berakok egy zenét alá. Szóval, amúgy ez egy tök jó gameplay. Tényleg 42 kill, és sokat haltam, de tényleg 42 kill az sok. Tudjuk már most minekkel szaladgál, Care Package-ből. Meg is néztem ott, hogy ennyi kill. Na igen, szóval, akkor kezdjünk el beszélni a dolgokról, amikről akartam. Na szóval, először is, egyik nap elmentem ghostozni, search and rescue-zni barátokkal. Elmegyünk, leszpawnolunk, nem tudom a fejt nevű pályán. Mindegy, nem az a lényeg. Leszpawnolunk, és akkor látjuk, hogy már két másodperc után már ott van mellettünk egy enemy. És nézzük, hogy mi a front, elkezdjük lőni, mint állat, nem hal meg. Tehát így szar előttük, ott állt előttünk és nem halt meg. Na szóval, ez a gyerek egy hacker volt. Egy hacker, nem tudom, hogy csináltam úgy. Az a lényeg, hogy úgy hackelt, hogy ha megnézted, hogy kivel van, akkor az ellenség csapatába volt. Viszont a mi oldalunkon spawnolt. És ha ránéztél, akkor úgy nézett ki, mint egy enemy. És mi nem tudtuk megölni, az ellenség azt szerintem meg tudta ölni, pedig vele volt. És lehet, hogy a... De viszont nem tudta eldönteni, hogy az most a csapattársa. Valószínűleg azt hitte az ellenség, hogy ez a csapattársa. Tehát... és mi nem is láttuk a térképen a gyereket. Tehát valószínűleg ő látta az ellenségeket a térképen, hogy hol vannak, mivel ő is úgy nézett ki, mint egy ellenség. Tehát ez így... kicsit OP. Hát igen. Ilyenek a hackerek. Ja. Amúgy felvettem, csak nem tudom, nem bírja lejátszani a gépem, vagy nem tudom, faszom. Elnézést. Tényleg volt egy szimpla kill-a. Igen, amúgy jó ez a fegyver, az MSB-es baromira. Nekem nagyon adja vele. Tényleg most ez egy sniper mellé van, csak raksz rá egy redorzot, az cső. Szóval, tök király. Sniper. Na, másik dolog, amit akartam mondani. Nem is tudom, mi volt az, de ideig mondok valamit. A izének a... Tudjátok, hogy ez a játék, ez a Clash of Clans. Majd szerintem csinálok belőle videót, mert már rég volt ennek. Mindegy, a készítőinek van egy másik játék, de ezen kívül ez a HD, ez ilyen farmos. Amúgy azzal is elkezdtem játszani, mert tök jó, megtetszett. Meg a osztálytársra megkezdtek, aztán is mindegy. Szóval van ez a HD, van Androidra is, meg iOS-ra is, meg a Clash of Clans is van. Ugye kidobtak egy új játékot a héten, minden országban, eddig is volt, csak Kanadában. Hát csak Kanadában lehetett lejátszani vele. De én sunyi voltam, mindegy, átraktam a ID-met kanadaira. Szóval én is tudtam vele játszani. Na mindegy. Igen, mindegy. A játék jellege nagyon hasonlít a Clash of Clans-ra, mivel ez is ilyen stratégiai, csak úgy van, itt egy ilyen szigeten vagy. És hát igen, ilyen hajókkal támad, meg ilyen baromi jól ki van találva amúgy. Tök vicces az egész. Mondjuk igen, én már, mint mondtam, már régebb óta játszok vele, tehát már ilyen 30-as szintű vagyok. De most már bárki le tudja tölteni az App Store-ból, meg Android Market-ból. Mert ugye, már van minden. Igen, amúgy most közben amúgy HD-ezek. Hát nézzétek meg, egy próbát megér. Szerintem baromi jó játék. Tényleg, tök jó stratégiai. Clash of Clans is megéri próbát. Nálatok, mert én imádom. Ja. Igen.
Úgy itt ideges voltam magamra, hogy nem bírtam lelőni őket. Amúgy lesz egy szép tripla killem, meg egy vadfűdet kihagytam. Tehát így ott volt 4 ember, és csak 2 tudtam legyilkolni. Nagyon dühös voltam magamra. Igen, ez szép volt. Igen. Amúgy fogok feltölteni randomizó 160 játékok videót, nem sokára. Mert már egy kicsit rég volt rész, mert csak 2 rész volt, meg... Szóval értitek. De még akarok majd még Ghost videót, mert... Igen, 2 non-scorn. Amúgy akarok majd ilyen olyan videót, ilyen challenge-eket, mit tudom, hogy no scope only, free for all, valamilyen ilyeség, hogy hitfire only, free for all winning, meg ilyen stars, ilyen hülyeségeket, értitek. Szóval, igen, igen. Mondjuk az elég turva lenne, ez a no scope only sniper, free for all, vagy team deathmatch. Meg amúgy azon gondolkoztam, hogy ugye tud ez a Overmade Gamecatcher HD2 felvenni hangot is, tehát az én hangomat is. Azt meg betobáltani, hogy akikkel játszom hangja, azt felvegye. Ezáltal tudok feltölteni Search and Rescue Gunplight. Szerintem, mert azok valami jó, érzetesek, hogy így megy az ember, összebeszélnek. Amúgy tök jó fejek az emberek, akikkel beszéltem, mindegyik ilyen felnőtt, de ilyen rohadt meg poén gyárok. Szóval, majd lesz ilyen is. Meg ugye van a Titanfall most, képre nekem. Valami jó, nagyon szeretem. Már 20-an akárhány a szintű vagyok, pedig alig játszottam bele. Igen. Na, amúgy egyik nap elkezdtem a suliba játszani Titanfallt, mert be kellett vinni a gépet, szükség volt rá, és ott volt nálam, és unatkoztam, és elkezdtem Titanfallozni az iskolába, a suli netten, amit gondoljátok milyen, kik Vitus meg Lengion tudja, hogy milyen amúgy, szóval nem a legjobb. Igen, elkezdtem Titanfallozni, itt van ez a quadfeed, amit kihagytam. Nem, most úgy érdek és oda megyek, és most lesz. És szóval elkezdtem Titanfallozni, és tök jól ment, nagyon jól ment. Meg se szaggatott annyira, mint szokott. És tök jól ment, persze nem tudtam felvenni, mert ki az, aki az én is fújba elkezd videózni. Hát nem én. Meg nem is gondoltam, hogy a net úgy lesz. Mindegy, jó, minden esetre jó gameplay-t volt, ami vicces volt. Itt egy tripla kill, igen. Ez jó volt. Ja. Titanfall. Amúgy szerintem a Random Xbox 360 játékok következő része. Vagy Code 4 lesz. Na, Code 4. Abba az jó játék. Nagyon jól lehet benne QS-elni, ha tud az ember. Hát én nem tudok, de majd megpróbálok megtanulni. Nem, már próbálgattam, de hát nehéz. Nagyon nehéz. De abban nagyon pró lehet tolni, szóval az abba tolják az igazi gémerek. Ja, Code 4-ben. Nincsi. Úgy, nagyon meg vagyok fázva. És alig kapok néha a levegőt. Most mondjuk tök jól van. Napi ilyen 2 zsebkendőt is elfogyasztok. Annyira meg vagyok fázva, amúgy Lengion is beteg. Egy hete már súlyba se volt, nem tudjuk mi van, nem tudom, annyit, hogy beteg. Meg nem is volt nagyon időm sajnos beszélni vele, de hát, ja, szegény. Valószínűleg amúgy ezért nem csinál videókat, mert ugye beteg. És, ja, amúgy most kicsit üres a csatorna. Ja. Hát úgy most már ugye vége a videónak, szerintem én elköszönök, berakjuk egy zenét még, hogy legyen azért valami, hogy egy warband itt már kell. Na jó, szóval ennyi lettem volna mára, sziasztok! This hit is Givenchy, $900.
jeans, homie. All these girls be wrong. She like, let me see your peen, homie. She trying to cause a scene, but I'm in Paris with my team. Walking slow like I'm on lane. Damn, my nigga jewelry look so clean. I occasionally bought in Lambin. I ain't talking about Jim Jones. Nigga, I'm talking about hooping up. Special shirt, break bones. Fuck your Rolex, roll up, homie. Roll that kush, blow that, homie. Don't stop that, the popo on me. Huh, shit out the window. Let's see ya. We just getting saucy and arsy. We bossy. Tryna bring back the turn. Blame, blame, cause we flossy. You brought snapbacks back. Well, that's a cool accomplishment. I'm on the other side, on the other globe in the conference. Fuck that shit, I'm too thorough. Pretty nigga, my shoes go. Pinky ring and my tooth go. Yo, mean bitch, my new hoe. Boss nigga like you go. Rolex or the Hublot.